A fideszes miniszterek távozását követeli az egyetemi kuratóriumokból a Jobbik. A párt szerint visszatetsző, hogy válság idején a miniszterek alapjuttatásuk mellett egyetemi kuratóriumi tisztségükért is milliós összeget vesznek fel. Brenner Kolomant kérdezzük. Jó estét kívánok a Jobbik képviselőjének, köszöntöm nálunk. Jó estét kívánok a kedves nézőknek. Ugye a Jobbik egy mondat az obstrukcióról, és aztán rátérünk a mai parlamenti üléséről. A Jobbik is ott volt, Zékerpád Dániel volt, aki talán hajnalig. A Jobbiknak mi a legnagyobb baja ezzel a törvénymódosítással? Ugye ma már itt az adás nagy részében erről beszéltünk, de csak kérdéseink maradtak. Valóban ez egy nyitott kérdés, egy valami biztos. A Fidesz valahol a szociális kiegyensúlyozottságát a politikának feladta 12 év alatt. Mi konzervatív párként a szociális piacgazdaságban hiszünk. Tehát abban, hogy persze a teljesítményt jutalmazni kell, az adórendszernek olyannak kell lennie, a járulóikok rendszerének ilyennek kell lennie, de az, hogy a legelesettebb polgártársainkat egy ilyen törvénymódosítással, egy ilyen szociális és gazdasági válság kellős közepén, legalábbis potenciálisan az útszélén hagyjuk, ez végtelenül veszélyes. No, hát majd meglátjuk, hogy a szavazás az jövő héten lesz, a végrehajtásról meg aztán tényleg senkinek fogalma sincs, úgyhogy menjünk is tovább. Ugye tegnap egy közleményben követelte a fideszes miniszterek távozását az egyetemi kuratóriumokból. Régóta ott vannak, annó is tiltakozott, emlékszem. A 24.hu cikke miatt tette most ezt újra meg? Nem, hanem mert ma, ugyanúgy elmondtam a parlamentben is, hiszen ma például a felsőoktatási törvénynek is, illetve más oktatási tárgyú törvények módosításáról is vitatkoztunk a parlamentben, tehát volt egy ilyen aktualitása is ennek az egész kérdéskörnek, és a vitában is elmondtam, hogy alapvetően hibás stratégiai döntésnek tartottuk az alapítványi átforgatását, az pedig azért tényleg egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, ahogy annak idején is kifejtettük, az, hogy egy államtitkár saját magát, aki a felsőoktatásért felelős Bódis államtitkárról beszélek, konkrétan kinevezi saját magát a saját Pécsi Tudományi Egyetemének a kuratóriumi elnökének, és aktív miniszterként, államtitkárként valóban még milliós havi fizetést is felvesznek, ez tényleg jelenlegi helyzetben azért több, mint kritikus, de a legfontosabb igazándiból az, hogy ugye Navracsics miniszter úr megígérte az Európai Uniónak, hogy ebben lesz előrelépés, aztán ebből is visszakozott a Fidesz, mondván, hogy hát csak akkor nem szavaznak ezek a kuratórium tagok, hogyha személyes érettség. Hát egyrészt ugye ezek az összeférhetetlenségi szabályok, amiket elmített Navracsics Tibor, de hát ez azt mondta, hogy nem zárja ki, hogy egy miniszter kuratóriumi tag legyen, vagy akár elnök, és a kormány mondhatja, hogy hát ezt még Brüsszel sem kifogásolja. Kérhetnék, nem? Tehát ott vannak ezek az összeférhetetlenségi szabályok. Na most szerintem Brüsszel azért, ha Brüsszel alatt mondjuk az Európai Bizottságot értjük, bár az én számomra, hogy ezt... Igen, mi ezt mindig slendriánul fogalmazzuk meg, és egy kalap alá lesz. Azért megmondom, nekem Brüsszel Orbán Viktor, hiszen mondjuk a szankciós csomagokat Orbán Viktor 8-szor megszavazza, ugye, mert ő Brüsszel az Európai Tanácsban. Akkor az Európai Bizottság is kérhetné ebben a bizonyos 17 pontban, hogy ugyan már a miniszterek ne vegyenek fel milliós fizetéseket azért, mert ott ülnek a kuratóriumban. Ugye arról nincs tudomásunk, hogy milyen mélységű egyeztetés zajlik itt akár Navracsics miniszter úrral, akár másokkal. Azért ez, ha most az összképet nézzük, hogy mekkora forrásokról van szó, és milyen komoly problémák vannak eleve a magyar jogállamisággal, vagy ahogy én szoktam inkább fogalmazni, a joguralmával hazánkban, a média helyzettel, és itt tovább az oktatási helyzettel, akkor ez egy akkora, hogy mondjam, egy olyan részletkérésnek tűnhet akár az Európai Bizottság szemszögéből, amin nyilvánvalóan nekünk itt helyben azt ki kell mondanunk, hogy ez a mi véleményünk szerint csorbítja az egyetemi autonómiát, ami a középkori európai érték, de világos, hogy mondjuk ezt nem az Európai Bizottság fogja 6. francia bekezdésében előírni sajnos ennek a kormánynak, de azért a politikai tisztesség azt kívánná, hogy egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában ilyen ne forduljon. Egyébként, amit én említettem, hogy a 24.hu cikke miatt hozta ezt szóba, vagy adta ki ezt a közleményt, mert hogy a lap kiderítette, hogyha esetleg a nézők nem olvasták, hogy Szijjártó Péter, Varga Judit és Varga Mihály miniszterek milliós tiszteletdíjakat vihetnek haza a fizetésük mellé. A nyár eleje óta
kapják. Előtte nem vettek fel ezért pénzt. Megkérdezte esetleg a parlamentben, én ma a mai parlamenti napot nem követtem, hogy vagy kapott erre választ, hogy miért? Nem, semmilyen reakció erre. Egy államtitkár úr vezette elő a napi rendi pontot, és egy új államtitkár úr, akit eddig nem is volt szerencsénk a parlamentben eddig látni, de nagyon tisztességes szakmai válaszokat adott egyébként egy csomó más kérdésre, de erre nem adott választ, és eleve úgy kezdődik az egész, hogy az államtitkári expozíciában az volt, hogy micsoda sikertörténet ez az alapítványi formában történő átalakítás, és tehát itt egy ilyen koncepcionális vita volt közöttünk, aminek ez csak egy részlete volt, de egy olyan fontos részlete, ami hát szerintem a kedves nézők számára is egyértelmű, hogy ez visszás. No, egyszerűsödik egyes állami ingatlanok eladása, ugye ezt is tárgyalták a parlamentben. Fónagy János államtitkár azt mondja, hogy a törvénymódosítás kiemelt célja az állami vagyonba tartozó ingatlan portfólió optimalizálása a jelenlegi gazdasági folyamatokra figyelemmel. Ha úgy fordítom le, hogy sok állami ingatlan van, ezért most, miután válság van, el lehet belőle adni, akkor jól fordítom le? Szerintem tökéletesen szerkezte azt, hogy én a mai parlamenti vitában, amikor ennek a témakörnek is én voltam a vezérszónoka, ma egy ilyen nap volt, akkor én kifejtettem, hogy akkor most eladjuk a családi ezüstöt, tehát nagyon pontosan megfogalmazta a szerkesztőasszony. Egy ilyen gazdasági és szociális válságban, és beterjesztenek elég sürgősen egy olyan törvényt, amiben egyébként nagyon sokfajta módosítást taknak be egy ilyen saláta törvényben szokásos módon, akkor itt nagyon komoly kérdéseink vannak. Ráadásul de van mi a kérdés, hogy tényleg válság van, az önkormányzatokat is egyébként kérték egy pontban, hogy ugye amikor egy ilyen menedzser tervet kell kidolgozniuk, hogy nézzék meg, hogy milyen ingatlanoktól, vagy milyen önkormányzati vagyontól lehetne megszabadulni, vagy értékesíteni, akkor miért gond ez, mitől tart tulajdonképpen, hogyha az bevételt jelentene? Ez világos, ugye a jó kormányzáshoz hozzátartozna, hogy mindannyiunk közös nemzeti vagyonával jól gazdálkodik az állam. Ez egy ilyen tételmondat szerintem. Amikor ilyen hirtelen döntések vannak, az elmúlt 32 évben, én nem is az utóbbi 12 évre szűkíteném meg, kedves nézők is emlékeznek a rendszerváltoztatás időszakára, a privatizációkra. Tehát ilyenkor, amikor ilyen hirtelen hamarjában értékesítünk állami vagyont, ami mindannyiunk közös vagyona, akkor ott mindig veszélyek vannak. Ráadásul van egy természetvédelmi része is ennek a csomagnak, ott én a fertőtó védelmében is felszólaltam ma, hogy ott pedig ugye természetvédelmi területek környékén is lehet majd eladni állami tulajdonban lévő földművel is alól kivont területeket. Tehát itt ez egy nagyon sok sebből vérző törvényjavaslat volt, és komoly aggályokat érdeztem. Azt mondja, hogy nemzeti vagyonleltárt kellene létrehozni. Ez mit jelent? Tehát ilyen leltár nincs, hogy milyen ingatlanok vannak az államnál, ez nincs összesítve, ezt nem lehet megnézni? Ebben történt egy előrelépés. Ugye az állami vagyonleltár most már valamilyen formában, ez az államtitkári válaszból kiderült, elérhető, de hosszú ideig valóban olyan típusú leltár, ahol egészen odáig, hogy minden önkormányzatnak, hiszen az önkormányzati vagyon is valahol a állami vagyon része, abból a szempontból, hogy nem magántulajdonban lévő vagyonról beszélünk, hanem valahol, ami közös, a magyar polgárok közös tulajdonáról. Erről egy jó áttekintő olyan leltár kellene, ahol tényleg meg lehet azt nézni, hogy mondjuk egyes tulajdontárgyakat, vagyontárgyakat hogyan érdemes fenntartani. Itt akkor mondjuk az állami tulajdonban lévő lakásokról, hadd említsek szót, ezt az Ékárpád Dániel képviselőtársam szokta mindig elmondani, hogy itt rengeteg üresen álló lakás van, ahol például a szociális bérlakásokat lehetne a mi véleményünk szerint a rászoruló polgárok számára kialakítani. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm, hogy itt lettem.